ismételten egy nehéz feladat volt előttünk. Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy center, illetve back poszton a kezdőjátékosok a mai meccsen hiányoztak, azt hiszem, hogy ezt elég ügyesen oldottuk meg. Amikor van egy, a kezdőcsapatból van egy vagy két hiányzónk, akkor azt ugye mindig megérezzük, de azt hiszem, hogy mindenféleképpen megsüvegelendő az a teljesítmény, amit a lányok ma nyújtottak, mert gyakorlatilag a meccs egészére igaz volt, hogy végig küzdöttek, hajtottak. Azt, hogy az ember hátrányos védekezésbe belecsúszott egy-egy hiba, az, hogy az ember előnyöket nem használtuk ki olyan százalékban, mint ahogy már elvárnám, hogy kihasználjuk, ez oké. Viszont maga a hozzáállás az vitán felül áll, hogy teljesen pozitív volt, jó volt, és örülök neki, hogy nem adták meg magukat. És ennek ez az eredménye, hogy partiba tudunk lenni egy-egy percig. Nyilván ugye a meccsnek vannak olyan időszakai, amikor kapunk egymás után 2-3-4 gólt, abból még nehezen állunk fel, de hát legalább most megtörtént az, hogy felálltunk egy párszor, úgyhogy én pozitívan értékelem ezt a mai meccset. Az eredménytől teljesen függetlenül a játék képe az én úgy vélem rendben volt. Igen, először is szeretnék gratulálni a Fradi csapatának, mert úgy gondolom, hogy nagyon jól játszottak. Másodszorban pedig a csapatnak, mivel úgy gondolom, hogy a sok hiányzó ellenére nagyon jól helytálltunk, kevesebb gólt kaptunk, mint az előző mérkőzésen, és úgy gondolom, hogy ha ugyanígy edzünk tovább és fejlődünk, akkor jobb eredményeket is el fogunk tudni érni. Örülök, hogy nyertünk, tehát a győzelem ez. Én is gratulálok ugye a lányoknak. Igen, tehát messze menő következtetést ebből a mérkőzésből nem tudunk levonni, nekünk a Eger Szentes lesz a fontosabb mérkőzés. Ugye azért mi is két vesztes találkozóból jöttünk, ugye a UVS és a BVSC ellen, úgyhogy azért örülök, hogy a lányok egy kicsit úgy felszabadultabban is tudtak játszani, és egy kicsit olyan örömbízű labdát is. Helyenként azt mondom, hogy jól játszottunk, de azért ez, én úgy gondolom, hogy kevés lesz az Eger vagy a Szentes ellen. Hát ahhoz képest, hogy eddig milyen meccseken voltam, ez volt egyértelműen a legkönnyebb, és ezért sokat is tudtam játszani, és ez jó volt tapasztalatszerzésnek nagyon. Szerintem egy kicsit szétesettebb volt, mint ahogy szokott lenni, de nyilván azért, mert egy sokkal könnyebb mérkőzés is volt, de szerintem így is jó volt. Csak a Honvéd!